A Kelet-Magyarország napilap és a Szabolcs Online olvasói idén is megválasztották az ív autóit. Bozó Bálint a jövő. Én úgy gondolom, hogy autóra szükség volt, szükség van és szükség lesz, és fejlődjön bárhová is ez az iparág, tehát itt önvezető autókról szól már a fáma, és hát egy olyan korszak küszöbén állunk, mint akkor egyáltalán feltalálták a robbanó motort, és elindultak az első kezdetleges járművek, és néhány évtized múltán ugye már Forma 1-es autóversenyeket indítottak. Én úgy gondolom, hogy adja meg a sors, hogy mindannyiunknak, hogy pár év múlva már itt ilyen önjáró autókkal is kiállíthasson és megjelenhessen néhány kereskedés, de ne menjünk ennyire előre. Én úgy gondolom, hogy az autó érzelmi alapokon lévő eszköz, használati eszköz. A kisautó kategóriában a Toyota Aygo nyerte el a legtöbb szavazó tetszését. Még a kompaktoknál Holt verseny alakult ki a Renault Megane Grand Tour és a Mitsubishi ASX között. A szabadidő autók közül a Volvo XC40, míg a felső közép kategóriából az Opel Insignia Grand Sport került ki győztesen. A sportkocsi kis roadsterek kategóriájában a Ford Focus RS kapta a legtöbb szavazatot, a legnépszerűbb családi autó pedig a Suzuki S-Cross lett. A hibridek és elektromos autók csatáját az Audi e-tron nyerte, a luxus autók közül pedig a BMW X530D gyűjtötte be a legtöbb voksot. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat!